30. fejezet. Másnap az első dolgaim egyike volt, hogy meghívjam Lezát. Örömmel vettem, hogy érdekli az ötlet és beleegyezik. Már is jobban éreztem magam, amiért én is úgy döntöttem, hogy elmegyek. Mintha Karissa legjobb barátja az áldását adta volna, ami sok mindenre kiterjedt. Hozzám hasonlóan ő is egy kicsit furcsálta, hogy essel megyünk vásárolni, de a régi személyisége már átát villant a gyászburkának repedésein. Tuti kiválaszt majd valami lehetetlenül szorosat és rövidet, amitől majd úgy nézünk ki mellette, mint a ronda umpalumpák. Sóhajtott fájdalmasan. Nem várj, töröld. Valószínűleg egyszerűen odaáll majd a nagy tükör elé mesztelenül. Felnevettem. Biztosan, de azért örülök, hogy Díj meghívott minket. Én is. Felelte leszakom olyan. Hiányzott. Különösen amióta. Szóval hiányzott. Reszketegen rámosolyogtam. A Karisszára terelődött a szó, sosem tudtam, mit kezdeni vele. Szerencsére most félbeszakított minket Démon, aki úgy döntött, meghúzgálja a hajamat, mint egy 6 éves, és aztán hátba is bök a régió tollával. Leszára grimaszoltam, és megfordultam. Te meg az átok tollad. Tudom, hogy élvezed. Hajolt előre, és az államra ütött vele. Különben arra gondoltam, hazavihetnél iskola után. Amit később kell csinálnunk, az várhat 1 órát. Anyukát pedig addigra már Winchesterben lesz, nem igaz? Izgalom hullámzott át rajtam. Tudtam, mire céloz. Anyu sehol. Egy teljes óra anélkül, hogy félbeszakítanának minket, remélhetőleg. Az csodás lenne, sóhajtottam álmodozón. Szerintem is. Tollastól visszahuppant a helyére, de még mindig engem nézett. Alig várom. Az agyam oxigénellátása megszűnt, mert az összes vérem máshová futott. Szédültem, bólintottam és visszafordultam. Lesza arcáról leolvashattam, hogy minden szót hallott. Cinkosan vonogatta a szemöldökét, amitől lángba borult az arcom. Jó ég! Matek után a nap lelassult. Az univerzum is ellenem dolgozott, mintha tudta volna, hogy kicsattanok az energiától és az izgalomtól. Kicsit ideges is voltam. Ki ne lett volna. Ha tényleg kettesben maradunk, és nem zavar meg minket senki, és a dolgok a helyükre csúsznak... A helyükre csúsznak. Elharaptam a nevetést. Blake értetlenül nézett fel a BIOS könyvéből. Mi az? Semmi. Vigyorogtam. Semmi? Felvonta a szemöldökét. Damon szólt, hogy Matthew-nak órák után megbeszélése van egy diák szüleivel. Megint kuncognom kellett. Blake már gyanakodva nézett rám. Aha, igen, szólt. Blake csak nézett rám egy pillanatig, aztán hirtelen lerakta a tollát, felém nyúlt és kikapott valami szőzt a hajamból. Elrántottam a fejemet, éppen amikor ő visszahúzta a karját, úgyhogy a csuklója az orrom elé került, és megéreztem az illatát. A tiszta, citrusos aroma valami ködös, kellemetlen emléket ébresztett fel bennem. Mintha valami rosszat tettem volna, és a nyilvános megszégyenítésre várnék. Apró tűszúrások söpörtek végig a bőrömön. Az emlék szabadulni akart. Oldalra fordítottam a fejemet, hogy jobban fel tudjam idézni az emléket. Honnan ismerem? Biztosan éreztem már Blake-en korábban. Bizonyára valami drága kölni, de mégsem csak erről szólt a dolog. Mint amikor az ember meghallja a színész hangját, de az arca nincs előtte. A válasz szinte a nyelvemen volt, rossz érzés kerülgetett. Honnan ismerős? Démon arca ugrott be, de téves kapcsolás volt. Az ő illata a földre emlékeztetett, a szabad mezőkre, a szélre, és azután is sokáig megmaradt, amikor ő már elment a ruháimon, a párnámon, a párna. A szívem nagyot dobbant, majd kihagyott. Az igazság fejbe vágott, a súlya alatt majdnem összetört alattam a szék, sok hullám öntött el, aztán dürántotta össze az izmaimat. Nem bírtam tovább ott ülni, nem bírtam lélegezni. Statikus elektromosság pattogott a ruhám alatt, az apró szőrszálaim égnek meredtek. Égett ózonszag terjengett. A katedrán Matthew felnézett, a tekintete először Dawsont kereste, mert azt gondolta, ha valaki összeroppan, ő lesz az. Dawson azonban ugyanolyan értetlenül nézett körül, kereste a bizsergés okát. Én voltam az. Fel fogok robbanni.
Magamhoz tértem, becsaptam a könyvemet és bedobtam a táskába. Egy pillanatot sem vesztegettem el, reszketeg lábaimra álltam. Úgy éreztem, vibrál a bőröm, és talán úgy is volt egy alacsony frekvencián. Erőszakos energia öntött el. Csak egyszer éreztem így korábban, amikor Blake... Elsiettem Matthew mellett, képtelen voltam válaszolni aggodalmas pillantására. Nem is törődtem a többiek kíváncsi tekintetével. Kirontottam a teremből, néhányszor mély lélegzetet vettem, hát ha sikerül megnyugodnom. A szürke szekrények összemosódtak előttem, a beszélgetéseket távolról tompán hallottam. Hova megyek? Mit csinálok most? Démonhöz nem mehettem, most aztán mindennek a tetejébe erre igazán nem volt szükségünk. Szorosan megmarkoltam a táskám szíját, és elindultam. Mintha hány inger kerülgetett volna a bennem tomboló düre válaszul. A folyosó végén lévő lány vécé felé rohantam. Kéti, minden rendben, várj meg! A padló eltűnt a lábam alól, de meneteltem előre. Blake utolért, és megmarkolta a karomat. Kéti, ne érj hozzám! Rántottam ki a karomat a markából elborzadva. Soha többé ne érj hozzám! Rám merett, az arcára kiült a harag. Mi a bajod? Valami rettenetes, szörnyű érzés tolakodott belém. Tudom, Blake, tudom. Mit tudsz? Értetlennek tűnt. Kéti, a szemed csillog, le kell higgadnod. Előre léptem, de próbáltam uralkodni magamon. Közel álltam hozzá, hogy elveszítsem a fejemet. Te szörnyeteg! Blake felvonta a szemöldökét. Na jó, ennél azért alaposabban meg kell magyaráznod, mert fogalmam sincs, mit tettem, amivel felbosszantottalak. A folyosó egyelőre üres volt, de akkor sem folytathattuk le ott ezt a beszélgetést. A lépcsőház felé indultam. Blake követett, és amint bezárult mögöttünk az ajtó, felé pördültem. Nem ököllel találtam el. Egy energiahullámmal taszítottam mellbe. Olyan érzés lehetett, mintha sokkolóval támadtam volna rá. Blake hanyatt esett, a szája elnyílt, keze lába rángatózott. Mi? Hápogta. Ezt miért kaptam? Pattogott a levegő az ujjaim között, meg akartam ismételni. Az ágyamban aludtál. Blake kiegyenesedett, fél kezével a mellkasát dörzsölgette. A földszinti ablakból beszökő halvány fény az arcán táncolt. Kéti, én... Ne hazudj! Tudom, hogy ott voltál. Éreztem a kölnidet a párnámon. Sav tolult a torkomba, megint nagyon szerettem volna lecsapni. Hogy tehetted? Hogy voltál képes egy ilyen visszataszító és rémes tetre? Valami megvillant a szemében. Fájdalom, düh. Nem tudtam, de nem is érdekelt. Amit tett, annyi féleképpen volt rossz, hogy az ilyenekért általában távoltartási végzést szoktak kiadni. A hajába túrt. Nem arról van szó, amire gondolsz. Nem, nevettem gúnyosan. Hát mi másról? Hivatlanul beléptél a házamba, a szobámba, és befeküdtél mellém az ágyba, te pervers kura! Nem erről van szó. Már szinte kiabált, és a forrás ereje még magasabbra szökött bennem válaszul a kitörésére. Vártam, mikor szaladnak össze a tanárok a lépcsőházban, de semmi sem történt. Éjjelente mindenen rajta tartottam a szememet a Dédalus miatt. Ugyanúgy őrjáratozok, mint Démon és a többi Luxen. De ők nem másznak be az ágyamba, Blake, dühöngtem. Minden bűntudat nélkül merett rám, és szerettem volna arcul ütni. Tudom, már mondtam, hogy nem ezt akartam, baleset volt. Eltátottam a számot. Megcsúsztál és ráestél az ágyamra? Mert egyébként nem tudom elképzelni, miféle baleset lehetett. Blake elvörösödött. Körül szoktam nézni kint, aztán a biztonság kedvéért bent is. A hibridek bejuthatnak hozzád, Kéti, ezt már tudod. Ha akarná, a Dédalus is megtehetné. Mit csinált volna Démon, ha ott találja? Egyszerre rájöttem, és megint felfordult a gyomrom. Meddig őrködsz esténként? Néhány óráig. Vagyis legtöbbször láthatta, ha Démon átjött, amúgy meg kihasználta a vak szerencsét.
Egy részem azt kívánta, bárcsak akkor próbálkozott volna, amikor Damon is ott van. Hónapokig biceghetett volna. Jó esélye volt, hogy a lépcsőházból is bicegve megy ki. Úgy tűnt, megéreztem, mire akarok kiukadni. Miután körülnéztem a házatokban, én nem is tudom, mi történt. Rémálmait szoktak lenni. Vajon miért? Mert perverz alakok alszanak az ágyamban. Csak meg akartalak nyugtatni, ennyi az egész. Az ablak alatt a falnak támaszkodott, lehúnyta a szemét. Aztán elaludtam. Nem egyszer fordult elő. Nem mintha az az egy alkalom helyes lett volna. Érted, amit mondok? Igen. Résnyire nyitotta a szemét. Elmondott Damonnek? Megráztam a fejemet. Elbírok a helyzettel, egyedül birkózom meg vele. Ott helyben megölne, és a Daedalus markában végeznénk. Blake elnyert, elernyett a megkönnyebbüléstől. Két is sajnálom. Nem olyan rémes, mint amilyennek. Nem olyan rémes? Komolyan mondod? Inkább ne is válaszolj, nem érdekel. Előre léptem, és meg-meg csukló hangon folytattam. Leszarom, hogy aggódtál, és csak rajtam tartottad a szemedet. Akkor sem teszed be a lábodat a házunkba többet, ha tűzüd ki. Soha. És rohadtul soha nem fekszel be mellém az ágyamba. Megcsókoltál. A csúf fekete érzés visszatért a torkomat szorongatta. Mindegy. Nem akarok semmivel sem közelebb kerülni hozzád, mint feltétlenül szükséges. Érted? Tartsd magad távol tőlem. Semmi őrjárat, semmi hasonló. Fájdalom szikrázott fel kavargó pillantásában, és egy hosszú másodpercig azt hittem, tiltakozni fog. Értem, felelte. Visszafordultam az ajtóhoz, már egész testemben reszkedtem, de aztán visszanéztem. Blake lehajtott fejjel állt a tejüveges ablak alatt. Beletúrt tüskés hajába, aztán a tarkójára tapasztotta a tenyerét. Ha még egyszer megismétled, amit csináltál, kárt teszek benned. Elszorult a torkom. Nem érdekel, mi lesz utána. Bántani foglak. Nehéz volt nem a szívemre venni ezt a felfedezést. A nap hátra levő részében hol szerettem volna beállni a tűzforró zuhany alá, hol pedig olyan erős düvet terült rajtam, hogy szinte az ízét is éreztem. Szerencsére el tudtam hitetni Matthew-val, hogy Blake csak önmagát adta ezzel bosszantott fel. Ez hihető volt, és arra is magyarázatot adott, miért jött utánam. Leszának beadtam, hogy rosszul lét tört rám, azért rohantam ki, mire ő rámutatott, hogy ez eléggé hazavágja a délutáni terveimet. De azoknak már mindegy volt. Eszembe sem jutott, hogy felhozzam az esetet Damon előtt. Azonnal eszét vesztené, már pedig akár mennyire is utáltam beismerni, de szükségünk volt Blake-re. Túl messze jutottunk ahhoz, hogy fogságba essünk a levele miatt. És azt sem voltam hajlandó elfogadni, hogy cserben hagyjuk be ezt. Valahányszor eszembe jutott a dolog napközben, elfogott az undor. Végig azt hittem, hogy Damon az, vagy egy álom. De lehetett volna több eszem is. Egyetlen egyszer sem éreztem a figyelmeztető melegséget, amely kötésünk óta Damon közelségével együtt járt. Tudnom kellett volna, hogy Blake rémesebb, mint valaha képzeltem. Hazafelé beugrottam a postára, Damon is kiszállt és bejött velem. A bejárattól három lépésre derékonra kapott, felemelt és olyan sebesen pörgetett meg, hogy a lábaim kaszáltak a levegőben. Egy asszony a gyerekével éppen akkor lépett ki az ajtón, majdnem meg is rúgtam. Nevetett, és biztosra vettem, hogy a jókedvének köze van Damon arcára, bizonyára kiülő mosolyhoz. Amikor talpra állított és eleresztett, imbolyogva léptem át a küszöböt. Ittasnak tűnsz, nevetett. Neked persze semmi között hozzá. Játékosan a vállamra tette a karját. Kiszedtük anya postafiókjából a csomagokat, néhány recenziós kötet érkezett, de a többsége szemét volt. Damon kikapta a sárga csomagokat a kezemből. Na hát, könyvek. Könyveket kaptál. Felnevettem, a sorban állók hátra nézegettek a válluk felett. Add ide! Damon elkerekedett szemmel és ábrándos arccal a szívére szorította a csomagokat. Az életem immár teljes, jelentette ki.
Az enyém akkor lenne teljes, ha az iskolakönyvtári gépeken kívül máshol is meg tudnék írni egy értékelést, morogtam. Hetente kétszer költöztem be oda, mióta a legutóbbi laptopom is felköltözött a kompjúter mennyországba. Damon mindig velem tartott. Az ő szavaival élve azért, hogy ellenőrizze a bejegyzéseimet. Valójában egyfolytában kizökkentett. Kivette a kezemből a többi levelet is, majd arcon csókolt. Ugye milyen jó volna? De azt hiszem, kimerítetted édesanyád laptop keretét. Egyik sem az én hibám volt, jegyeztem meg. Anyu még nem tudott róla, hogy tönkrement a második laptopom is. Ha rájön, biztosan agyvérzést kap. Ez igaz. Damon kinyitotta az ajtót egy idős hölgynek, aztán megvárta, hogy én is átpréseljem magam mellette. De azért fogadok, hogy minden este a csillogó új laptopodról álmodozol. Megálltam az autómnál, a meleg szellő az arcomba fújta a hajamat. Mármint a helyet, hogy rólad álmodoznék? A köztes időben, helyesbített. Berakta a postát a hátsó ülésre. Mi lenne az első dolgod, ha kapnál egy új laptopot? Hagytam, hogy kivegye a kezemből a kulcsot, átmentem a másik oldalra, és közben elgondolkodtam. Nem is tudom. Valószínűleg magamhoz ölelném, és megígérném neki, hogy nem hagyom, hogy baja érje. Damon csillogó szemmel nevetett. Na jó, és azután? Videóbejegyzésben köszönném meg a laptopot, isteneink! Isteneinek, hogy egyet nekem ajándékoztak, feleltem sóhajtva. Ez volt az egyetlen módja, hogy valóban legyen új gépem. Valami munkára van szükségem. Nem, egyetemre van szükséged. Még te sem jelentkeztél, jegyeztem meg. Tőled tettem függővé, válaszolta egy oldal pillantással. Colorado, vágtam rá. Damon bólintott, és lelki szemeim előtt megjelent anyu rémült arca. Anyu hisztériás rohamot kap. Szerintem örülni fog, hogy egyáltalán jelentkezel. Ebben igaza volt, mégis az egész egyetemesdi nagyon a levegőben lógott a számomra. Azt sem tudtam, mi vár rám a jövő héten, hát még hónapok múlva. De jó jegyeket kaptam, és már nézegettem a jövő tavaszi fél évre ajánlott ösztöndíjprogramokat Colorado-ban, és tudtam, Damon is olvasta az egyetem tájékoztatóját. A lehetőség, hogy vele menjek tovább tanulni, mint más középiskolások, csábított, viszont ha beleértem magam, és végül meghiúsul, sokkal jobban fájna, mint így. A házunk csendes volt, és kicsit meleg. Kinyitottam a nappali ablakát, közben Damon töltött magának egy pohár tejet. Mire kiértem a konyhába, éppen megtörölte a száját a készfejével. A haja zilált volt, a szeme zöld, mint a tavaszi fű. Pólója a mozdulattól ráfeszült a kar és mellizmaira. Visszafojtottam egy sóhajt. A tej élet, erő, egészség. Damon cinkosan mosolygott rám. Lerakta a poharat a pultra, és a következő pillanatban már előttem állt, két tenyerébe fogva az arcomat. Szerettem, hogy velem önmaga lehet. Régebben azt hittem, azért csinálja az ijesztő idegen dolgokat, hogy bosszantson. De nekik ez volt a természetes. Ha emberi lassúsággal mozgott, az több energiájába is került. De akkor megcsókolt, és tej ízét éreztem rajta, és még valami sűrű, gazdagabb ízt. Észre sem vettem, hogy velem együtt hátrál, amíg el nem értük a lépcsőt, és fel nem emelt, közben egy pillanatra sem szakítva meg a csókot. Azt hittem, a Blake affér tökre teszi majd a délutánomat, azonban alábecsültem Damon és az ő csókjainak vonzerejét. A dereka köré fontam a lábamat, élveztem az érzést, ahogy az izmai mozogtak a tenyerem alatt. Nem állt meg a lépcsőn felérve, tovább lépkedett, tovább csókolt, a szívem zakatolt. Elfordult, és fél lábbal belökte a hálószobám ajtaját. A pulzusom kihagyott. A szobámban voltunk, és sehol senki, aki félbe szakíthatna. Ideges izgalom öntött el. Damon felemelte a fejét, féloldalasan rám mosolygott és eleresztett. Sebesen lélegezve félkábán néztem, ahogy hátra lép, aztán leül az ágyam szélére. Lassan eresztette ki a kezéből az enyémet, az ujjait végighúzta a tenyeremen, a bizsergés végig szaladt a karomon, és az íróasztalomra nézett. Követtem a pillantását, aztán csak pislogtam.
Azt hittem, egy jelenést látok, mert kizárt, hogy az ott igazi legyen. Az asztalon egy cseresznyepiros dokban egy MacBook Air pihent. Én elakadt a szavam. Képtelen voltam gondolkodni. Biztos, hogy jó helyen vagyunk. Körülnéztem, minden más ismerős volt, szóval úgy döntöttem, hogy igen. Tettem egy lépést az asztal felé, aztán megtorpantam. Az az enyém? Damon arcán lassan, szépséges mosoly terült szét. Ragyogás költözött a szemébe. Nos, a te íróasztalodon van, szóval... Nem értem. Bögtem ki össze-vissza verdeső szívvel. Hát tudod, van ez a hely, amit úgy hívnak Apple márkabolt. Elmentem oda, és kiválasztottam a modellt. Nem volt készleten. Ekkor elhallgatott, mintha arról akarna megbizonyosodni, hogy tudom követni, amit mond, mert én csak bámultam. Úgyhogy rendeltem egyet, és kértem hozzá egy tokot is. Bátorkodtam helyetted választani, mivel nekem tetszik a piros. De miért? Damon halkan nevetett. Kéti, bár csak láthatnád az arcodat. Az arcom elé kaptam a kezeimet. Miért? Mert neked nem volt, és tudom, mennyit jelent a számodra a blogolás meg a többi. Az iskolai géppark kevés ehhez. Vállat vont. Amellett a Valentin napot sem ünnepeltük meg igazán. Szóval, itt van. Akkor esett le, hogy Damon ezt előre eltervezte. Mikor raktad ide? Ma reggel, miután elindultál az iskolába. Mélyet lélegeztem. Még 5 másodperc választott el a teljes rajongástól. És ezt vetted nekem, egy MacBook Air-t? Ezek egy rakás pénzbe kerülnek. Köszönd az adófizetőknek. Az ő pénzük folyik be a Védelmi Minisztériumba, onnan meg hozzánk. Az arc kifejezésemet látva felnevetett. Spórolós vagyok, tette hozzá. Van egy kisebb vagyonom félretéve. Damon, ez akkor is túl sok. A tiéd. Képtelen voltam levenni a szememet a Macről, mintha valami erekje lett volna. Amióta csak ki tudtam betűzni a laptop szót, egy MacBookról álmodoztam. Szerettem volna egyszerre sírni és nevetni. El sem hiszem, hogy megvetted nekem. Megérdemled, vont újra vállat. Akkor valami megmozdult bennem. Rávetettem magam, és ő nevetve átölelt. Köszönöm, köszönöm. Ismételgettem, és csókoltam, ahol értem. Még mindig nevetve hátra szegte a fejét az ágytakarón. Na hát, milyen erő van benned, ha izgatott vagy? Felültem, és szélesen rámosolyogtam. Az arcvonásai enyhén elmosódtak. Még mindig nem hiszem el, hogy képes voltál erre. Fogalmad sem volt, igaz? Kérdezte némi önteltséggel a hangjában. Na de most már értem, miért beszéltél folyton a blogolásról. Ütöttem játékosan mellbe. Te! A tarkója alá tette a kezét. Milyen is vagyok én? Csodálatos. Hajoltam oda is, megcsókoltam. Csodálatos vagy. Én is ezt mondom évek óta. Ajkammal az ajkán elmosolyodtam. De komolyan nem kellett volna. Én szerettem volna. Azt sem tudtam, mit feleljek. Úgy éreztem, mindjárt teli tüdőből sikoltozni kezdek. Egy MacBook Air-t kapni olyan volt, mintha egyesítenék a Halloween-t a karácsonnyal. Leeresztette a pilláit. Tudom, mit szeretnél. Semmi gond, menj játszani. Biztos? Kérdeztem, de az ujjaim már viszkedtek a felfedezési vágytól. Persze. Felvisítottam, újra megcsókoltam, és legördültem az ágyról, hogy a laptopra vetődhessek. Felkaptam, alig volt valami súlya, és visszaültem vele Damon mellé. A következő 1 órában megismerkedtem a programokkal, és többszörösen különlegesen menőnek és okosnak éreztem magam, amiért MacBook Air-em van. Damon a vállam felett áthajolva mutogatta a különböző érdekességeket. Ott a webkamera. Megint visítottam, aztán vigyorogtam, amikor kettőnk arca megjelent a képernyőn. Most megcsinálhatnád az első vlogodat, javasolta. Szédültem, a felvételre kattintottam, és belesikoltottam a mikrofonba. Van egy MacBook Air-em. Damon nevetve temette az arcát a hajamba. Kocka csaj. Megállítottam a felvételt, csak akkor pillantottam az órára.
Lekapcsoltam a gépet, magam mellé tettem, és megint átöleltem Damont. Köszönöm. Lehúzott magához, aztán a fülem mögé simította a hajamat, és nem is vette le a kezét. Tetszik, amikor boldog vagy, és ha valami apróságot tehetek, azért megteszem. Valami apróságot? Kérdeztem döbbenetemben, a kelleténél hangosabban. Ez nem apróság. Biztos, hogy belekerült. Nem számít. Ha te boldog vagy, én is az vagyok. A szívem majdnem szétszakadt örömömben. Szeretlek, ugye tudod? Tudom, felelte maga biztos mosollyal. Vártam. Hiába a szememet forgatva legördültem róla, lerúgtam a cipőimet, és a felültem az ágyon. A szobám ablakából csak a tiszta kék eget láttam. Az idő elég meleg volt, hogy papucsban járjak. Papucsban. Sosem fogod kimondani, igaz? Mit? A matrac besüppett, ahogy ő is felült, és a csípőmre tette a kezét. Hátra néztem, félig lehúnyt pillái alól lesett rám. Tudod mit? Hm? A keze a derekamra siklott, és szokás szerint elvonta a figyelmemet. Egyes lányokat zavar, ha a barátjuk sosem tesz vallomást. Bármelyik másik fiú esetében engem is zavart volna, bevallom. De Damon esetében neki mindig nehezére fog esni, hogy kimondja, még ha másképp könnyedén ki is mutatja az érzéseit. Elfogadtam ezt, de persze kihasználtam az alkalmat, hogy cukkoljam vele. Arcon csókolt és felállt. Örülök, hogy tetszik. Imádom. Damon felvonta a szemöldökét. Komolyan nagyon tetszik. Nem köszönhetem meg eléggé. Biztos vagyok benne, hogy igen, vágta rá csábítón. Felálltam és odébb toltam, hogy megkeressem a papucsomat. Karissa itt járta óta, nem néztem igazából körül, és még mindig előfordult, hogy a holmik, amiket Damon és Dee elpakolt, különös helyekről kerültek elő. Lehajoltam, felemeltem a pöttyös ágytakarom szegélyét, és bebámultam az ágyam alatt elterülő senki földjére. Jegyzetpapírok hevertek szanaszét az oknik között. Egy futócipő pihent egészen közel néhány magazin mellett. A párját sehol sem láttam, talán elmenekült a többi félpár zoknival. A papucs mélyre csúszott, majdnem az ágy közepéig. Lefeküdtem és benyúltam érte, aztán a padlóra csaptam. Mit csinálsz? Érdeklődött Damon. A papucsomat akarom előszedni. Ennyire nehéz? Nem foglalkoztam vele, a papucsra koncentráltam, és az akaratommal próbáltam elérni, hogy közelebb csúszson hozzám. Egy pillanattal később az első kezemnek ütközött, aztán a másik is követte. Valami meleg, sima tapintású tárgy ütközött a tenyeremnek, aztán elgurult. Mi a? Félredobtam a papucsokat, és addig tapogatóztam, amíg meg nem találtam azt a dolgot. Kivonaglottam az ágy alól, és felültem, majd kinyitottam ökölbe zárt tenyeremet. Jó ég, nyögtem ki. Mi az? Damon mellém térdelt, aztán elakadt a lélegzete. Ez az, aminek hiszem? A tenyeremen egy fényes, fekete kő hevert, a közepén vörös zárvánnyal, amely remegő lánként csillogott. Biztosan karisztái volt, és annak ellenére, hogy a karkötő többi része eltűnt, valószínűleg megsemmisült, ez megmaradt. Egy opálgyöngy feküdt a kezemben.